Ilyen egy szakszerűen elvégzett szívmasszázs. Az emberek jelentős része, még ha részesült is hasonló jellegű oktatásban, fél segíteni kritikus helyzetben, nehogy nagyobb kárt okozzon valakinek. Pedig mi lehet nagyobb kár, mint hogy az életét veszti valaki. A Balassa János Kórházban most tanfolyamot indítanak mindazoknak, akik rendszeresen kapcsolatban vannak a betegekkel, de nem egészségügyi dolgozók. Mi ehhez próbálunk segítséget nyújtani, hogy az eddigi meglevő tudásuk, illetve megszerezhető tapasztalatukat a gyakorlatba átültessük, és ne féljenek használni azt, amire szükség van. Tehát, hogyha akárhol egy rosszul levő, éppen keringés, illetve légzés nélküli beteget találnak, akkor lépjenek oda hozzá, szólítsák meg, ha nem reagál, akkor pedig kezdjék meg az újraélesztését. Ez nagyon fontos, hogy mindenki tisztában legyen a BLS, tehát az alapszintű újraélesztésnek a lépéseivel. Mint ahogy orvos kollégám is elmondta, most első alkalommal egy EU-s projekt keretében a háttér szolgáltatókat hívtuk erre a képzésre, hiszen az egészségügyi szakdolgozóknak a képzése, továbbképzése mind az újraélesztés területén, mind pedig más szakmájukat érintő területen megtörténik. Most úgy gondoltuk, hogy első körben a kórházban dolgozó, de nem egészségügyi végzettségű embereket hívjuk ide, hiszen ahogy orvos kollégám is elmondta, nagyon fontos, hogy mindenki esélyhez juthasson, hogy mindenki, aki esetleg rosszul lesz a kórház területén, azok az emberek is tudják, hogy mit kell tenni, akiknek ez nem szakmájuk, de a kapcsolódó ismeretek birtokában lesznek. A nagy magyar valóság az, hogy akár egy kórház előtt is meg lehet halni, és nem biztos, hogy a beteg gyorsan ellátásra fog kerülni. Ezért is céloztuk meg azt, hogy első lépésben a kórházban dolgozó, de nem egészségügyi végzettségűeket próbálunk BLS alapszintű újraélesztést tanítani, gyakoroltatni, hogyha ilyen szituációba kerülnek, akár a beteg csak a portáig jut el, akkor az újraélesztés időben megkezdődjön, amíg a szakszemélyzet megérkezik. Nagyon jó. Nyújtsd ki, hagyd nyújtva kezeidet, és ezzel ezt a részt helyezed. Úgy szerveztük meg ezeket a képzéseket, hogy minden hónapban egy alkalmat jelöltünk ki, és 36 fő kerül egy hónapban egy oktatás alkalmával ebbe a képzésbe. Egy délelőtt, illetve egy délutáni etap zajlik, mind a kettőben 18 fő kerül oktatásba, és először egy elméleti oktatás történik 45 percben, amiben együttesen mind a 18 fő jelen van, utána pedig csoportbontásban gyakorlati képzések történnek. Ez azt jelenti, hogy megközelítően 150 emberrel többen lesznek azok, hogy szakszerű újraélesztésben részesítsenek egy rászorulót. Azt gondolom, hogy az emberek egy része vagy nem akar, vagy pedig fél segítséget nyújtani, attól való félelmükben, hogy esetleg nagyobb kárt, nagyobb sérülést okoznak, mint aminek az elhárítására törekedtek. Elnesetben például arra gondolok, hogy az emberben ugye fölmerül, hogy egy mellkas kompressziónál esetlegesen bordatörést szenved mondjuk a beteg, és az ettől való félelembe a segítségnyújtás is elmarad. Tehát nagyon sokszor látjuk azt tévében is egyébként, meg a való életben is, hogy fekszik valaki a földön, és hosszú ideig ugye senki nem megy oda hozzá, nem próbál segítséget nyújtani, pedig úgy gondolom, hogy a segítségnyújtás és az újraélesztés az minden állampolgárnak az állampolgári kötelezettsége. Az emberben természetesen benne van a félelem, de úgy gondolom, hogy a segítségnyújtás az egyfajta magabiztosságot adni mindenkinek, illetve egy arra való ösztönzést, hogy a többi ember is segítséget nyújtson, amikor bajba jutott emberrel találkozik. Nem csak a munkánk során találkozhatunk esetleg bajba jutott emberrel, hanem mondjuk családi körbe, baráti körbe, esetleg egyéb társaságba is, ahol az esetleges képzettség hiánya komoly problémákat okozhat. Tehát nyilván, hogyha meg tudjuk kezdeni ugye az újraélesztést, illetve segítséget tudunk nyújtani, akkor ez a későbbiekben mindenképpen hasznos lesz.